Következő műsorunkban bemutatjuk, hogy az 50-es évek kultúrpropagandája milyen lenyomatot hagyott a színházi életben, a filmművészetben és az irodalomban. A színházak a kultúrpropaganda kiemelt színterei voltak. Államosításukat követően az állandó társulattal rendelkező színházak feladatul kapták az előadásaiknak földrajzi környezetükben való utaztatását, tájolását. Az államosítás egyben szigorú tervgazdálkodás is eredményezett, amelynek sarkalatos pontja volt a kisemberek megszólítása, a szocializmus idealizálása, a népnevelés. Igazi változások csak a Sztálin halála utáni időszakban következtek be. A Madách Színházban bemutatásra került Csehov Három nővér és Ibsen Nóra című drámája. A Nemzetiben 1955. január 7-től újra látható az ember tragédiája. Későbbi szóhasználattal élve a mű a tiltottból tűrt kategóriába került át. Az említett klasszikusok mellett helyet kapott például Molière, Shakespeare, G.B. Shaw, García Lorca, Rostand, de Helta Jenő, Móri Zsigmond és Bródy Sándor is. Az áttörést Kálmán Imre Csárdás királynőjének miskolci bemutatója hozta, amelyet sorban követtek a többi bemutatók. A Miskolci Színházon kívül 7 vidéki színház is műsorára tűzte a darabot, amelyből egyértelműnek látszott, hogy a példátlan siker ledöntötte a kultúrpolitika magasra húzott kerítését. A változások mellett persze jelen volt a politikai változatlanság is. A színészekre kiemelt figyelem irányult, például Jávor Pálra, akire a Nemzeti Színház nem tartott igényt. Timár Józsefre, aki a szózat nem megfelelő hangsúlyozása miatt fegyelmit kapott. Maklári Zoltánra, aki csúfá tette a színházi besugót. Básti Lajosra, aki nem titkolta el Major Tamás iránt érzett ellenszenvét. Vagy Somlai Artúrra, aki öngyilkos lett, miután kitelepített barátaiért sikertelenül járt közben Rákosi Mátyásnál. Hosszasan lehetne sorolni a sort. Szirtes Ádám, Mészáros Ági, Nagy Attila, Urai Tivadar, Szörényi Éva, Ferrari Violetta, Szabó Sándor, Balázs Samu, Gregus Zoltán, Rutkai Éva. A Kultúrmorzsák mai adása többek között az 50-es évek színház történetének és irodalmának legendás alakjairól szól. Köztük olyanokról, akiket a forradalom és a szabadságharc leverése után bebörtönöztek, méltatlanul mellőztek, vagy akik disszidálni kényszerültek. Mindazokra a művészekre emlékezve, akik elszenvedték az 50-es évek kultúrpolitikájának bizarr döntéseit, akikkel klasszikus darabok nagy szerepei helyett népnevelési szándéka a színpadra állított, vagy filmre vitt darabok semmitmondó karakterét játszották el, vagy akiknek költeményei, prózái tiltólistára kerültek. Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön, mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön. Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, amikor ők maguk már nincsenek közöttünk. Ezek a fények ragyognak, és különösen, ha sötét az éjjel, mutatják az utat az embereknek. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Kultúrmorzsák mai különkiadásában. Különkiadás ez, emlékműsor, amelyet 1956 forradalmi eseményeinek felidézésére fordítunk. Első vendégem Egri Márta színművész. Köszönöm szépen, Márta, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szívesen. Édesapád Egri István volt, a kiváló színész, rendező, író, tanár, sorolhatnám az érdemeit, akinek volt egy beceneve, Dacos volt. Olyan kortársak vették őt körül, mert ő rangidős volt,
akik úgymond az 56-os forradalmi események gyújtó lángjai voltak. Sinkovics Imre, aki meghalván a műegyetemisták felvonulására szóló felhívást odaállt a talpazatra Petőfi szobrához, és elmondta a nemzeti dalt, amely Sinkovics Imre személyét a forradalomban emblematikussá tette. Talpra magyar, híj a haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai, bitangember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled, régi kardunk, a magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. De ott volt a másik kortárs, Besenyei Ferenc, aki a BEM szoborhoz indult a tömeggel, és ott a szózatot mondta el. Beres Péter is felszólalt itt a gyülekezet előtt. Besenyei Ferenc vallomását hallgassuk meg, és nézzük meg, miért fontos ma is a szózat minden egyes sora. Talán mostan még kegyetlenebbül kellene szavarni a szózatot, mert hogy... egyre kevesebben tudják, hogy hazádnak rendületlenül légy hívja, ó magyar. Bölcsődez magyar, sírod is, mert ápol se eltakar. S a nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy javén sors keze, itt élned halnod kell. De hát ott voltak a többiek. Nagy Attila Miskolcon, aki fiatal színészként került a forradalom forgatagába és helytállt. Október végén a lincselést, a bérengzést ő állította meg okos szavával, és próbálta az élelmiszert begyűjteni a szerencsétlen harcolóknak, az elszegényedett városi embereknek. 57-ben elfogták őt, és 58-tól 12 évet kapott ezért a tevékenységéért. Mensáros László Debrecenben a Csokonai Színház színésze volt, és ő is a forradalmi bizottság munkájában vett részt, és ezért keményen megbűnhődött, több év börtönbüntetést kapott. Budapesten próbálták a színészek versmondással, így Berek Kati is tartani a hitet, az erőt a tömegekben. Az Altatót mondta például, és a Mama című verset elmondása szerint, de Raksányi Gellért nevét is mondhatnám, és még nagyon sokakét, akik a forradalmi bizottságokban részt vettek a színházakban, akik megszervezték a sztrájkokat. Voltak feltételeik, amíg a szovjet csapatok nem vonulnak ki, ez volt az egyik leglényegesebb kikötésük a
színész sztrájk szervezőinek, édesapád. Ekkor a Petőfi Színháznak volt a főrendezője, és megválasztották igazgatónak. Mesélj róla úgy is, mint dacos emberről, úgy is, mint olyan színházi személyiségről, akiről az a hír járta, hogy minden színésszel tudott bánni. Föl tudta építeni akár a pályáját is, hogy nagyon művelt volt, hogy hallgattak rá az emberek. Hogyan élte meg ezt a korszakot, mit mesélt erről? Hát először is a társulat választotta meg igazgatónak. Ez egyáltalán nem volt szokás. Tehát nem kinevezték, hanem a társulat megválasztotta igazgatónak, és hát mi gyerekek voltunk, még kisgyerekek voltunk, és arra emlékszem, Egri Katival, a hugommal, igen, hogy abban az időszakban, 56-ban bent laktunk a színházban, mert a mi lakásunk az a mostani Gresham palota, vagy Gresham szálloda, a belügyminisztérium mellett volt, és nagyon féltek és féltettek a szüleink bennünket, hogy esetleg ott mi történik a belügyminisztérium mellett, hogy belülnek a lakásba, vagy bármi. Ezért bent laktunk a színházban, és amikor éppen szünetelt a kijárási tilalom, akkor mentünk haza, és néztünk rá a lakásra, hogy egybe van-e még. Egybe volt egyébként. Tehát igazából véve én mint gyerek erre az időszakra emlékszem, de ez az időszak nekem, mint gyereknek természetesen hát nagyon kalandos volt és izgalmas volt. Tehát mi gyerekek ennek a rémségeiből nem láttunk, vagy szóval nem, mi legalábbis nem tapasztaltunk semmit, csak ilyen lent voltunk az óvóhelyen, és akkor rengetegen voltunk lent, nagyon sok gyerekkel együtt. Nagyon jó buli volt, hogyha nem, hogy mondjam, szóval jó játszóhely volt a pince. Másképp vagy nagyon, meg a gyerek másképp, a történést. Így van, vagy nagyon jó játszóhely volt a színház, zegzugos folyosóival és az öltözőkkel, és ott voltunk egy páran gyerekek, akik jól éreztük magunkat. És édesapád hogyan élte meg ezt az időszakot? Beszélt róla későbbiekben, tudta, hogy Darvas Iván, aki testvére miatt, aki 10 év börtönbüntetést kapott, vállalta, hogy kiszabadítja a rabokat, és ezért a tevékenységéért, ahogy majd a vallomásában hallani fogjuk, börtönre ítélték. Ennek a parancsnok a birtokába visszamentem, odaadtam a börtönparancsnoknak, Bakondi alezredes úrnak is, elkezdődött a rabszabadítás. Ők valami olyan rendelkezést akartak adni, hogy hát ilyen blokkok szerint, hogy bal egyből kezdjék. Az én javaslatom azzal a meggondolással, hogy hát a mi családnevünk D-vel kezdődik, mégis egy biztonságosabb, hogyha ABC sorrendben, én azt javaslatom, hogy ABC sorrendben el is fogadták, és hát így körülbelül, nem emlékszem pontosan, 120. táján a bátyám került sorra, odaadták a civil ruháját, kapott egy ilyen papírt, amit többek közt én is aláírtam, és hát ott búcsút vettem, és hazamentünk. Ez a vlog részemről befejezetnek volt tekinthető. Hogyan fogadta, hogyan szemlélte a történéseket édesapád, aki valóban egy tiszta, nagyszerű ember volt? Ő nagyon büszke volt arra, hogy a társulat igazgatónak választotta. Ő ennek nagyon örült. A később, tehát erről az időszakról akkor, hát így persze hallottuk, hogy mi van az utcákon, hogy, de emberekről, tehát az Ivánról nem hallottam akkor még persze. Később, a későbbi mesélései során tőle, vagy az édesanyánktól tudjuk a Mensáros László sorsát, a Darvas Iván sorsát. Besenyejét, akit röghöz kötöttek, és igen, minimum fizetést kapott, és sehova nem mehetett. A Fábri Zoltán hívta meg a Dúvadra őt. Később, és ez egy kitörési lehetőség volt. Igazából véve egész 56-ról a szüleinktől tudtunk otthon, mert hiszen az iskolában, történelmi órán nem tanították ezt a korszakot.
Most egy műsorod fut, ha szabad így mondani. Mesélnél erről a műsorról, amely, ha jól tudom, akkor az 50-es évek irodalmából merít, 50-es évek dalaiból. Gondolom, hogy az otthoni neveltetés azért ez reminiszencia szerűen az emberben mélyen beágyazódik, és talán ez is készített arra, hogy ezt a korszakot ma, 2016-ban megmutasd. Pontosan. Azért érdekelt ez engem, főleg a szüleim miatt, hogy a szüleim hogy élték meg ezt, hogy tudtak élni ebben a diktatúrában. Hogy lehet egy diktatúrában élni? Hogy lehet ezt az egész hurrá optimizmust megélni, túlélni, átélni? És azon kívül a saját gyerekkorom, ugye? Tehát az 50-es évekről szól a műsorom, aminek a címe Kalauz Jutka. Beszédes cím. Igazából ez egy dal volt, aminek a szövegét Major Tamás írta, fura módon. Ez egy dal volt, Kalauz Jutka volt a dal címe, és volt egy festmény, egy ilyen emblematikus festmény abból a korszakból. Felekiné Gáspár Anni festette, egy ilyen füttyös kalauznő, fél lábbal a sárga villamoson, a szájában a sípja. És ebből a kettőből találtuk ki a Böhm Gyurival, hogy akkor ez Kalauz Jutka. Ehhez kaptam ajándékba Horváth Péter barátom, íróbarátomtól és volt iskolatársamtól egy beszédet, egy köszönő beszédet, egy kitüntetés átvételekor elhangzó köszönő beszédet, amiből megtudhatjuk, hogy ki is ez a Kalauz Jutka. Köszönöm Igen. szépen. Mikor lehet látni ezt a műsort a Vasúban nézőket? December 15-én mutatjuk be a Vigadóban, a Sinkovics Imre teremben. Már minden jegy elkelt Sinkovics teremben, és egy nagyon szép és méltó helyszín Sinkovics Imrére emlékezve, az emblematikus 56-os nagyszerű tettére és az egész életére. Tehát minden kedves nézőt arra kérek, hogyha alkalma van, és reméljük, hogy nem egyszeri alkalom lesz Budapesten Kalauz Jutka előadása Egri Mártával, akkor keressék a műsorokban, és nézzék meg. Egy mondatot csak, ez az én estem a Tatabányai Jászai Színház produkciója. Ott játszom minden hónapban, és igen, szeretném Pesten is játszani. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, és sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen. Köszönöm. Morzsák mai külön kiadásába, amely egy rendkívüli szám, hiszen 56-ra emlékezünk a forradalomra, amelynek nagy veszteségei, ember áldozatai voltak, és sokan elhagyták Magyarországot. Csészabó László az 56-os forradalom után a nyugatra emigráló fiatal magyar értelmiségiekről az alábbit írta. Ezer író nyugatra tart, mondogatom magamnak, amióta a menekülés folyik. Ezer író, és mind 20 esztendős. Szeretettel köszöntöm a Kultúrmorzsák vendégeit, író vendégeit, hölgyet először, Tóth Évát, aki maradt, író, költő, műfordító, András Sándort és Ferdinándi György írót. Nagyon nehéz időszak volt ez, valóban, minden fiatal számára. Éva, nevezz okon, hogy először András Sándorhoz fordulok. Hol voltál 1956-ban, hol tanultál, melyik egyetemen, osszuk meg a hallgatókkal, a nézőkkel, kicsit az élettörténetednek ezt a korszakát? Hát én Szegeden államvizsgáztam már, nem 20 voltam, hanem 22 éves, és június 56. júniusában államvizsgáztam. Úgyhogy utána meg hát így szabadúszóként akartam létezni, úgyhogy itt fönn voltam Pesten. Ott Szegeden nagyon híres nagygyűlés zajlott. Részt vettél a MEFEZ gyűlésen? Nem, mert mondom, Pesten voltam. Azóta nagyon jóba vagyok Kis Tamással, aki az egyik
tulajdonképpen kezdeményezője volt annak a nagygyűlésnek, és sok mindent tudok róla, képanyagot is, meg hallottam is dolgokat. De én mondom, hogy akkor már nem voltam Szegeden. Épp az Írószövetségben voltam 23-án. Erről a korszakról azt a nagyszerű könyvet, amely Standenszky Éva készített, az Írók és a hatalom, tömör és kiváló munkát, amely 1956 és 63 közti időszakot mutatja be, bizonyára ismered, és sok mindenről, ha akkor nem is, az eseményekről, a kis és a nagy íróperekről biztos, hát ez később, tudomást szereztél. Hát később, később persze ott voltam, amikor volt egy, ez nem a december végi, hanem ott láttam először Kassákot, Németh Lászlót, Illyés Gyulát, volt egy gyűlés, és aztán akkor az volt, hogy én vagyok az összekötő, a Írószövetség és az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság között, mert hát annak az egy tagja voltam. Mert most a Petőfi Irodalmi Múzeumban lévő kiállításon ki van állítva az én igazolványom, mert én végül is, ez nekem lényeges, én nem úgy mentem ki, ami ez nem védekezés, csak tényszerű, hogy elmegyek. Azon az igazolványon lehet látni mind a két oldalát. Igen. Kézzel írták rá, hogy külföldi diákszövetségekkel való tárgyalásra följogosít, és mi azért mentünk ki, pontosan mikor, dátum szerint? November 17-én. És az volt, hogy menjünk csak Bécsbe, és két hét múlva jöjjünk vissza. És szervezünk egy nemzetközi diák konferenciát, gyűlést, amelyik elítéli az orosz bevonulást. Most ezt ott nem tudtuk megcsinálni. Azért, mert az osztrákok semlegesek. Úgyhogy nem volt a diákszövetség. Hova mentetek sehajra tovább? Akkor elmentünk, és azért mentünk el Angliába, mert mondták, hogy az oxfordi diákok nagyon lelkesek. És az oxfordi diákok tényleg nagyon lelkesek voltak, és egy héttel később kaptunk is tőlük pénzt, gyűjtöttek pénzt, és elmentünk Leidenbe, ahol az összes nemzeti diákszövetségnek az intéző bizottsága, a COSEC ül, tehát ott volt az irodája. Gömörivel mentünk ketten, és ott nagyon kellemesen fogadtak, és mondták, egy fiatal ember volt, egy amerikai fiatal ember, egy titkárnővel, és mondták, hogy sajnos politikával ők sem foglalkoznak. Megvacsoráztattak, betettek egy szállodába, és másnap mentünk vissza. De amikor visszaértünk, akkor jött a hír, hogy lecsukták a diákbizottságot, ugyanazon a napon, azt hiszem december 6-a volt, igen, mint a központi munkástanácsot. Igen. És anyám, aki azt mondta, hogy maradjak kint, én mondtam, hogy nem fogok kimaradni, Magyar Jéló mit keres kint, úgy tudta, hogy én megyek vissza. Most hogy értesítsen engem, hogy ne üljek vissza, mert két helyről is telefonáltak, hogy tűnjek el otthonról. És akkor ilyen nyakas asszony volt, azt mondja, kimegy Bébre és megtalál. Azért érdekes anekdóta, mert három nap London után mi Oxfordba kerültünk, egy táborba, egy ideiglenesen, és másnap reggel jön egyik angol, táviratot kapott Bécsből. Hát anyám azon a napon jöttek el Budapestre, amikor mi Bécsből, és megtalált, hogy őszintén nem anyák, tudom. Az anyák ösztöne, az anyák ilyenek. És akkor az volt, hogy nem jövök vissza, hanem megtanulok a nyelvet, és csinál ez, és akkor utána majd. És 61-ben nem tudtam visszajönni. Egyszerűen nem voltam képes rá. Köszönöm. Ferdinándi György. 1956, hol voltál 1956-ban, és mi történt veled és körülötted? Nálam egészen másképp zajlottak a dolgok. Majdnem egykorúak vagyunk Sándor Andrissal, de én felvételiztem évről évre, 54-ben, 55-ben, 56-ban,
és nem vettek föl az ötös Loránd Tudományegyetemre. Tudományegyetemre, a piaristáknál érettségiztél. Nem a piaristáknál érettségiztem. Antiklerikális magatartásom miatt a piaristák eltanácsoltak. Ezt nem szokták emlegetni, de ez is hozzátartozik az igazsághoz. Úgyhogy engem Lóci, akiből óriás lett, Szabó Lőrinc fia, nála röplabdáztam. Ő volt az én röplabda edzőm, és az ő segítségével bekerültem a József Attila gimnáziumba, ahol végre le tudtam érettségizni. Tehát én József Attilás vagyok, amit hát a régi társaim ciszternek neveznek mai napig is. Igen. Fölvettek az egyetemre, és 1956-ban francia szakos hallgató voltál. 6 hétig, amíg a sajnálatos események miatt megszakadtak egyetemi tanulmányaim, nem is folytattam ezeket az egyetemi tanulmányokat itthon. 6 hétig tartott ez. Én közben 3 évig a fővárosi autóbuszüzemnél dolgoztam, és én úgy éreztem, hogy a helyemen vagyok. Sofőrnek készültem, már elvégeztem minden tanfolyamot. Garázssofőrnek hívták azokat, akik még nem vezethettek kint a városban, de bent a garázsban már állítgattuk egymás mellé a beérkező buszokat. Garázssofőr lettem volna én, és hát ezek voltak az én terveim, és éppen most kiszámoltuk, hogy nemrég nyugdíjba mentem volna, mint buszsofőr, hogyha a dolgok így alakulnak. De nem így alakultak. Elhagytad az országot, és mi késztetett arra, hogy elhagyd az országot? Hát ez a december 6-i dátum, itt már találkoznak a mi közös dolgaink. A fővárosi autóbuszüzemnek a Fürst Sándor garázsában voltam akkor, a Hamzsabégi úton, amit mi mindig Futó utcának neveztünk, mert ott mindenki futott, mert mindig mindenki kiésésben volt a fővárosi autóbuszüzemnél. Nos, tehát ott abban a garázsban összeültünk, és azon tűnődtünk, hogy hát mi lesz, mert letartóztattak többeket a fővárosi munkástanácsból és a buszosok közül is. Addig úgy nézett ki, hogy a munkástanácsok kezében a forradalomnak a fontosabb vívmányai legalábbis megmaradnak. Attól kezdve megszűnt ez a remény, és akkor döntöttem én is úgy, hogy eljövök. Hova indultál, és hova érkeztél? Én folytatni akartam a francia tanulmányaimat, tehát én egy franciaországi egyetemre igyekeztem, és Bécsben nagy szerencsével sikerült is egy ösztöndíjat kapnom, Franciaországban tanulhattam tovább, és ott fejeztem be végül is, amit Pesten 6 hétig műveltem. Hát Franciaországban gyorsan, mert haza akartam jönni. Eszem ágában nem volt kint maradni, az volt az elképzelésem nekem is, mint a legtöbb körülöttem élő velem egykorú fiatalnak, 56-osoknak, hogy befejezzük a tanulmányainkat, és megyünk haza. Én a Strasbourgi Egyetemen kinéztem egy 2 éves kurzust. 2 év alatt francia tanár lett volna belőlem, lett is belőlem francia tanár, de olyan francia tanár, aki mindenütt taníthatott csak Franciaország területén. Nem. Ilyen francia tanár lettem, és ezzel a diplomával a kezemben jöttem ki 58-ban a Strasbourgi Egyetemről büszkén, hogy én most már haza tudok menni, hiszen otthon én francia tanár leszek. De nem így történt. Nem így történt, mert ez június 16-án volt, és akkor közölték az újságok Nagy Imre és társainak a kivégzését. Akkor ez a reménység útba esett. Éva, hozzád fordulok most. Ebben az időszakban, 1956-ban hol voltál éppen? Én 4. gimnazista voltam Debrecenben, 1956-ban, tehát valamivel fiatalabb vagyok, mint a 2 kolléga, nálad persze öregebb Juditka, és 56. október 20, mert akkor dátumoztam a verseimet, meg még a fordításaimat is, és megvan az a füzet, amiben Koktónak egy rövid versét fordítottam le, és oda van írva, hogy 1956. október 22, tehát előző nap fordítottam ezt a Koktót, ezzel felvételiztem aztán Gyergyei Albertnél, francia szakra többek között, és 23-án, talán most itt az ideje, hogy ezt egy rövid részletet, bár nagyon nem szeretek ebből a versből részletet felolvasni, mert igen helyesen egy amerikai író barátom, aki írt erről a versről és erről a kiadványról a World Literature Today című
kiváló világirodalmi folyóiratban, és ő azt a jelzőt használja, hogy a vers hatása kumulatív, nem, egy-egy részlet vagy egy részlet nem adja vissza az egész lényegét. És én ennek nagyon örültem, de azért elkezdem, mert köszönöm szépen, úgy kezdődik, hogy október 23-án szép, szelíd, derült ősz volt abban az évben, sárga lombon fényes napsugár, ahogy Petőfi kívánta, és minthogy utolsó óránk elmaradt, gyorsan bekaptuk az ebédet Gubics Erzsivel a menzán, és elmentünk a Piac utcai antikváriumba, bár azt hiszem, másik nem is volt Debrecenben. Én az Élő költő című 1936-ban kiadott Posztumusz Kosztolányi válogatást vettem meg 2 forintért, és ceruzával beleírtam ex libris gyanánt, hogy Tóth Éva könyve, meg a dátumot is, ez volt a szokásom akkoriban. És aztán folytatódik a vers, és ahogy a vers folytatódik, mi is nem véletlenül elmentünk a Déri Múzeumba, ugye ahelyett, hogy fiúkkal lógtunk volna, vagy moziba mentünk volna, a barátnőmmel mi a Déri Múzeumba mentünk, és ott, ahogy nézelődtünk, zajt hallottunk kintről, kinéztünk, és óriási tüntetés volt a pártbizottság előtt, az egyetemi hallgatók és a fiúgimnázium, a fazekas gimnazisták tüntettek, mi is ebbe beálltunk, utána az iskolát mi lármáztuk fel, sőt, még a szomszédos irodaépületet is, hogy tüntetés van, és utána késő estig mentem a tüntetéssel, ott voltam, amikor Görbe János elszavalta a nyomda előtt a nemzeti dalt, és amiért később becsukták, és ott voltam a nagy templom előtt, amikor már jöttünk vissza az egyetemtől, voltunk a vagongyárba, szóval egy hatalmas ilyen vándor tüntetés volt, és ott voltam, amikor a nagy templom előtt az ávósok belelőttek a tömegbe, de rögtön hozzáteszem, ahogy a versbe is, hogy nekem semmi bajom nem lett, futottam hazáig, és aztán jött a folytatása a forradalomnak, tehát én nem voltam olyan értelemben résztvevő, mint sokan mások, de nem véletlen azért, hogy ott voltam, és életem egyik legfontosabb élménye, azt írom ebben a versben, és így is éreztem akkor, és máig is, hogy olyan volt ez, mint 1848. március 15-e. Nem véletlen, hogy Sinkovics Imre a nemzeti dalt mondta el. Ott voltál ezen az eseményen? 10 000-en, hangosítás nélkül, síri csöndben hallgatták és hallották Sinkovics Imre gyönyörű előadását. Hihetetlen emlék volt. És maradt. Gondolom, hogy ez így történhetett, és mindazok számára, akik ott jelen voltak. Egy hüveskert kötetet tartok a kezemben, mert szeretném, hogyha a következő körben mindenki felolvasna a írásából, Éva a versének a befejező részét olvasná fel, és András Sándor is, és Ferdinándi György is egy rövid írását felolvasná, hiszen a hangulata, az emléke ennek az eltávozásnak, a kinti létnek, a magyar nyelven való publikálásnak meg annyi változata és hazához kötöttsége mindnyájatokra jellemző. A hüveskert kötetből, aki az Arcanumnak egy jeles személyisége volt, Vitéz György versét választottam, hogyha szívesen meghallgatnátok egy rövid verse. Vitéz György, mikor a kövek? Mikor a kövek énekelnek búcsúztató kis dalokat, mikor a határmenti erdő zúzmarás füvekkel fogad, mikor az ember nem néz vissza, míg a senki földjére lép, s mögötte a hold összehúzza irgalmas fehér függönyét, mikor a falvak lámpafénye borzongó sötétben merül, s az idegen táj buckás háta a futók előtt szétterül, mikor fejüket rázó bokrok könnyezve kísérik tovább. Felnyug az ember, észrevétlen veszített el otthonát. Hosszú, nagyon szép és gazdag pályátok volt, és van mindhármótoknak. András Sándort kérdezem.
az Arcanumot említettem, aminek szerkesztője voltál. Melyik az a írásod, amelyet felolvasnál most a Kultúrmorzsák külön kiadásában? Hát én felolvastam, van egy versem, egy hosszú, de nem fogom az egészet felolvasni. Az a címe, hogy Jászmise a Hattyú utcai kocsmában. Ezt ténylegesen a kivégzés után írtam. És a Hattyú utcai kocsma az létezett. Petri egyszer dedikált nekem egy kötetet azzal, hogy a Hattyú utcai énekes. Köszönjük szépen, meghallgatjuk. Mert úgy érezték a magányban, elapadt akkor a városi esteli zaj, csak egy távoli villamos csengője harangozott furcsán. Az éjszaka szelíden súlyosan gördült végig az utcán, gumikerekű, ezüstös gyászkocsi. Jönnek az elhunyt rokonai, muszájból szemet hunyt rokonai, tegnap még nevető rokonai, holnap már nevető rokonai, sohasem feledő rokonai, és utálkoznak a történelemtől. Hadd gyónjunk a rumok urának, a cifraborok kegyes asszonyának, gyónjunk a titoktartó pálinkának, fullaszt az utálat. Jöttünk, hogy gyászoljuk a reményt, a szegényt, a jót, Nagy Imrét, gyertyaláng mosolyával a hitünk lobbant el ismét. Gyerekomám, térdepeljen a kedvünk, alázatos, gyalázatos kedvünk, rövid zárlatozó büszkeségünk, nincs mivel kérkednünk. Jöttünk, hogy apáink módján sirassuk újra magunkat, nékünk a győzelmek helyett védtelen hősök hajutnak. Palackok horgona sípjain ömlik a gyászdal, rezegnek, zengenek a falak a koponyák, füstölgő fényben tankok ölelkeznek gépfegyver zokogással, és az elkínzott csapos az oltárnál veri az orgonát. Szédeleg a rokonság, lábuk előtt a bánat sötét verem, és hullnak a holtra hófehér sörhab virágok. Fülekben lakozó ágyudörgés tép lyukat a gyászéneken, billen a piros pohár, és az arcokon vér szivárog. Csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van, a sírban. Te jön napja a feltámadásnak, így hisszük, és még hisszük, így van. Köszönöm szépen András Sándornak, és van az öledben egy, a verses köteteden kívül egy kitüntetés is. Nagy Imre szavait beidézted, Nagy Imre érdemrendet kaptál 2010. október 15-én, gratulálunk hozzá. Ferdinándi Györgyöt szeretném kérni, aki ugyancsak nagyon kalandos életet élt, hiszen Párizsból egy, illetve Franciaországból egy szigetre, mert egyetemi tanár volt, ide visszatért Magyarországra, és arra kértelek, hogy egy írásodból egy kis részletet oszd meg a Kultúrmorzsák külön kiadása nézőivel. Ez egy új írás, amit egy strasbourgi társamnak az emlékére írtam, Lajos József emlékére, azért most, mert az Újságíró Szövetségben, itt a Vörösmarty utcában volt előadásom, oda jött hozzám egy hölgy, és kérdezte, hogy nem ismertem-e véletlenül Lajos Józsefet, aki az ő első szerelme volt kislány korában. És hát én mondtam, én tudattam vele ezt a hírt, hogy Lajos József Strasbourgban öngyilkos lett. Ezt az írást elküldtem ennek a kislánynak, hogy tudja meg, miért nem jelentkezett soha többé első szerelme Lajos József. Hallgassuk meg. Véget ért hát számüzetésed. Lajos Józsefet mi 56-os strasbourgi diákok egymás között csak úgy hívtuk a Lajos. Vagy, hogy a kis japán. Mert a Lajosról mindenki tudta, hogy japán szakra készült, amíg csak ki nem derült, hogy nem volt japán tanszék a strasbourgi bölcsészkaron. Hogy végül hová jelentkezett, nem tudom. Az első időkben különben is csak a franciát magoltuk, analfabéta 56-osok. Csendes, magának való fiúcska volt, mint mondtuk, nem sok vizet zavart. Tudomásul vettük, hogy itt él a táborban velünk. A 40 diákkal,
akiknek a Szabad Európa Rádió ösztöndíjat adott, amikor Budapesten elbukott a forradalom. Talán csak én barátkoztam össze vele. Magányos fiú voltam én is. Budapesten is, úgy, mint itt, francia szakos. Vele fel tudtam eleveníteni a régi dolgokat. Gyergyai bácsit és Füst Milánt, a tanárokat és a diákokat. Itt Strasbourgban nem tanítottak hozzájuk fogható professzorok. A többiek, úgy emlékszem, vidáman éltek. Egyikük például versben köszöntötte fel az ösztöndíjadó szervezetet. Díjazzák az ösztönöm, köszönöm, köszönöm. Így szólt a magvas költemény, amin napokig nevettünk. Múlt az idő, munkát találtam. Könyveket furikáztam, tankönyveket. Amikor egy hét végén, mondjuk így, hazaértem, sápadtan, lógó orral fogadtak a többiek. A Lajos, mondták. Hát nem tudod? A kis japán öngyilkos lett. A teste egész nap ott hevert, egy lepedő alatt az udvaron. Nagyon megható történet volt. Köszönöm szépen Ferdinándi Györgynek a felolvasást. Éva, a kötetedet tartom a kezemben, az emlékverset. Nem olyan régen São Paulóban az egyetemen taníthattam, és irodalmi estet tartottunk két nyelven, mert biztos fogjátok értékelni, dr. Nelson Asher, kiváló műfordító, ott él, és számtalan magyar verset lefordított portugálra. Megbízták azzal, hogy Illyés Gyula egy mondat a Zsarnokságról című nagy versét, 45 versa, fordítsa le. Október 23-ára éppen ott voltam az ünnepség idején, fordítsa le portugálra, és előadtuk egy színésszel, akinek magyar volt az édesanyja, egy mondat a Zsarnokságról nagy költemény, de nem úgy, hogy kétszer 45 verszakot, hanem felosztottam gondolati egységekre, és egymásnak adtuk magyarul-portugálul a szót. Éva kötete is nálam volt, 17 nyelvre fordították le ezt a verset, portugálra is, és Rio de Janeiroban pedig egy ilyen magyar költészeti esten így két nyelven olvastunk föl a versetből. A végét tőled hallgatjuk meg magyarul, ahogy ígérted, ennek az emlékversnek a zárósorai. Nagyon örülök, hogy felolvashatom, ugyanakkor, ahogy elmondtam, igazából nem szívesen olvasok ebből köszönjük szépen, részleteket, mert tényleg nem annyira hosszú, egészben egész a vers, persze ez minden versre vonatkozik, igen, minden valamire való versre, és még annyit, hogy nagyon örülök persze ennek a sok fordításnak és a két gyönyörű kiadásnak, és érdekes, hogy például Hubay Miklós, akivel együtt utazván Keszthelyre, akkor írtam a verset a vonaton, és mikor ő kész lettem és elolvasta, azt mondta, hogy az a sok debreceni utcanév és egyéb név az akadálya lesz a nemzetközi sikernek, mondta Miklós. És én ezen úgy mosolyogtam, mert nem számítottam írás közben, nem úgy írtam, hogy mi lesz vele, de hát nem volt akadálya végül is, mert ilyen sok nyelvre lefordították, és akkor elolvasom a befejezést. Köszönöm szépen, ezzel majd kedvet csinálunk a kedves nézőknek, hogy vegyék kezükbe Tóth Éva emlékvers kötetét, és az egészet olvassák el. Aztán kivonultunk az egyetemre, aztán vissza a nagy templom elé, és hirtelen kialudtak a lámpák, és az ávósok belelőttek a tömegbe. Nekem nem lett semmi bajom, futottam hazáig, aztán folyton hallgattuk a rádiót, szedtük a röplapokat, és minthogy a Fürst Sándor utca, a Szabadság útja folytatása, ott jöttek be megint az oroszok a házunk előtt. Éjjel-nappal jöttek a tankok, alig bírtunk köztük átszaladni, aztán hajnalban ágyúszóra ébredtünk, november 4-e volt, és anyám ócska fekete ruhába öltöztetett, kendőt kötött a fejemre, és mielőtt lementünk a pincébe, megpróbált csúnya öregasszonynak maszkírozni, de ez mérsékelten sikerült, mivel elég szép voltam, és nem egészen 18 éves. Szerencsére a mi pincénkbe ezúttal nem jöttek az oroszok.
Tankkal őrizték viszont a városháza kapuját, és távíróvonalakat szereltek fel a mi utcánkban is. Akkor még elég jól tudtam oroszul, mondtam nekik, hogy menjetek haza. De azt mondták, hogy meg kell védeniük bennünket az imperialistáktól. Aztán gyülekezési tilalom lett, statárium, menekülés nyugatra. Én is gondoltam rá, hogy elmegyek, hetekig egy József Attila, egy Radnóti, egy Ijés és egy Szabó Lőrinc kötetet hurcoltam a kis aktatáskámban, minden eshetőségre felkészülve. De aztán itt maradtam, és Gubics Erzsi tavaly meghalt rákban. Én beszéltem a sírjánál, de folytogatott a sírás, szakadt a hó, és alig lehetett hallani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen András Sándor írónak, költőnek, esszéírónak, egyetemi tanárnak, hogy elfogadta a meghívást a Kultúrmorzsák külön kiadásában. Köszönöm Ferdinándi Györgynek, aki író, egyetemi tanár, és most Magyarországon él, de visszatér majd Miami-ba nem sokára, hogy elfogadta a Kultúrmorzsák külön kiadásának meghívását, utolsó pillanatokban utazás előtt, és az itthon maradt Tóth Évának, aki író, költő, esszéíró, műfordító, régi barátnőm. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és a Kultúrmorzsák külön kiadásának vendége voltál. Mindnyájatoknak köszönöm. Kedves nézőink, akik velünk voltak a Kultúrmorzsák külön kiadásának ünnepi számában, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra! A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.